Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az Ascendensben, megtudhatják, mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Kiderül, milyenek a nyilasjegyű emberek. Pál Istvántól további információkat kapunk, hogy milyen babonákra, népszokásokra érdemes figyelnünk. Mazák Katalin szépségápolási tanácsokkal lát el minket. Kiderül, hogy mi a különbség a szemölcs és a tyúkszem között, valamint felkészülünk a megfázós időszakra. Tartsanak velem! Figyeljenek azok, akik kíváncsiak arra, hogy mit hoznak az elkövetkezendő hetek. De ne felejtsük el, hogy a csillagok nem kényszerítenek, csak hajlamossá tesznek. És azután rögtön kiderül az is, hogy milyenek a nyilas jegyű emberek. Kos, lehet, hogy sokkal jobban bebonyolítja a dolgok menetét, sokat lamentál mostanában. Legyen határozott, hallgasson a megérzéseire és cselekedjen habozás helyett. Mindig az egyenes út a legrövidebb. Bika. Nagy fellángolások, elhatározások, megindulások lesznek jellemzőek a következő hetekre, de próbáljon meg azokra az ügyekre koncentrálni, amik a legfontosabbak, hogy tudja végig is vinni, mert a kezdeti nagy hív után könnyen feladja. Ikrek. Itt az ideje átértékelni az elmúlt éveket, hónapokat. Lehetséges, hogy már eddig is látta, miben kellene változnia, de nem tett semmit. Most jó alkalom, kedvező csillagállás mutatkozik, hogy megtegye, amit meg kellene. A mostani időszakban ez kevesebb energiát igényel majd. Rák. Kissé elszaladt a dolgok mellett, elnagyázott ezt-azt. Ezek most megsokszorozódva hullanak vissza önre. Ne sajnálja az időt, tegyen rendbe maga körül mindent, amit csak tud. Így tiszta lappal indul majd az új évben. Oroszlán. Hamis illúziók vezetik döntéseit, bár nagyon szeretne hallani bizonyos válaszokat, de a valóság szelektív észlelésével még nem változik meg az alaphelyzet. Szűz. Sok apró dolog bosszantja, és sok olyan megoldandó feladat van, amit elodáz. Tisztázza a kétes helyzeteket, törekedjen az egyértelmű válaszra. Azokban az ügyekben is lépnie kellene, amit ha őszintén megnéz, látja, hogy csak húzza, halasztja. Mérleg. Hogyan is kellene egyszerre legalább két embernek lennie? Nehéz megfelelni minden elvárásnak, és nincs is értelme, hiszen csak fölöslegesen elveszi az energiáját. Skorpió. Mindent kézben tud tartani, még talán az érzelmi ügyeket is, de makacságból, dacból ne hozzon döntéseket. Minden téren jó időszak vár önre, karrier terén különösen jók a kilátások. Nyilas. Boldog szülinapot! Több olyan helyzet kínálkozik, amik lehetőséget adnak új irányok kitűzésére, új célok megfogalmazására, de ne álljon meg itt, tegye meg a kezdő lépéseket. Bak. Sokszor érzi azt, hogy nem kapja meg a megfelelő elismerést a munkájában. Éppen ezért gyakran gondol arra, hogy változtasson. Ha nincs konkrét lehetősége, ne kezdjen magától a változásba, várjon pár hónapot, és önre talál majd a nagy lehetőség. Vízöntő. Soha nem mond, hogy soha. Makacságával csak saját magának okoz még több fejfájást. Néha könnyebb, ha emlékeztetjük magunkat. Okos enged, szamás szenved. Halak. Semmire nincs ideje, de ez annak is köszönhető, hogy jól el tudsz összmötölni minden kis semmin. Érdemes lenne most jobban figyelni az időbeosztására. A nyilas nem véletlen, hogy a hagyomány szerint a magyar nemzet a nyilasok közé, nyilas jegyébe tartozik, ugye ez a sírva vigadás. A nyilas egy könnyed, vidám, de nagyon érdeklődő, nagyon okos típus. Imád utazni fizikailag és szellemileg is, tehát tanul is. Kitűnő jogászok lehetnek belőlük. Ezzel nem azt mondom, hogy a törvényt a legjobban betartják, sőt, éppen ellenkezőleg tudják, hogy a paragrafuson azért van a két lyuk, hogy az egyiken be, akkor a másikon ki. Ők ismerik a legjobban a kiskapukat is, de azért amíg nem sérti az érdekeiket, addig betartják és betartatják a törvényt. Rengeteg jogász és ügyvéd kerül ki belőlük, és az ügyvédekről tudjuk, hogy az ügyet védik, és nem a törvényt, meg a jogot. A rendszeres nézőink tudják, hogy dr. Pál Istvántól mindig kapunk információkat az aktuális babonák népszokások köréből. Most aztán a bőség zavarával küzdünk, hiszen az év véget teli van ilyenekkel.
Az év utolsó hónapja, ami ugye bővelkedik mindenféle tennivalókkal, és ez régen sem volt másképp, nagyon sok népszokás babona kötődik ehhez az időszakhoz. Mik ezek? Igen, hiszen ez az időszak az, ami a leginkább vallásos népszokásokkal van tele, meg a leginkább a kereszténység előtti hagyományok felelevenítésével van telve. Itt van például rögtön az elején a Mikulás nap, vagy Szent Miklós nap, hogy itt van Szent Miklós személye, aki ugye Mira püspöke volt, és a keresztény vallás szerint nagyon fontos szerepet töltött be azon a vidéken, és ő az ajándékozóknak, a megajándékozottaknak a védőszentje, akiről tudni érdemes azt, hogy Mirában élt egy kereskedő család, akinek volt 3 lánya, akik nagyon sanyarú sorba kerültek, már éppen arra gondoltak, és azt beszélték, hogy a lányoknak a testüket kell áruba bocsátaniuk azért, hogy meg tudjanak élni, és ezt Miklós az utcán menvén meghallotta, és Tikában éjszaka ajándékot adott be az ablakon a családnak, egy zacskó pénzt, amit ők nagy meglepetéssel tapasztaltak reggel, férhez adták a lányukat, de utána jött a következő, meg a harmadik év is, ugye a harmadik lányt is férhez kellett volna adni, és a második után a papa kileste, hogy vajon ki lehet az a jó tevő, aki ezt teszi velük, és nagyon boldogok voltak, és tényleg utána keresztény életet éltek. Na most ennek örömére, ennek emlékére szoktuk megajándékozni a gyerekeinket Miklós napkor. Időjárási vetülete is van, mert ha akkor esik a hó, akkor azt szokták mondani, hogy megrázza Miklós a szakállát, és akkor már egész télen nagy havazások lesznek. A következő időszak, nem kell elfelejtkezni róla, hogy most ez az időszak, amikor az adventi készülődés, tehát a karácsonyra való készülődés, Jézus születésére való megemlékezésnek az ünnepe van, de ugyanakkor arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a kereszténység előtt ez az időszak volt az, ahol a tél leghosszabb éjszakája, legrövidebb napja, ez a Luca nap egyébként december 13-án. A lux a fényt jelenti, tehát tulajdonképpen ez az, amikortól már elkezdenek hosszabbodni a nappalok, addig mindig csökkennek, és ez volt a téli napfordulónak az ideje, az 1582-es Gergely naptár bevezetése előtt, hiszen ekkor ez a leghosszabb éjszaka alkalmat adott arra is, hogy a boszorkányok megjelenjenek, és mindenféle gonoszságot műveljenek azokkal az emberekkel, akik erre fogékonyak voltak, és nem véletlenül szokták volt még a legutóbbi időszakokban is fokhagymával, ami tudva levő, hogy gonoszűző, bekenni az ablak meg az ajtó kereteket, hogy benne jöjjenek a gonoszok. A Lucabúzánál pedig az az érdekes, hogy ilyenkor szokták elültetni, és karácsony környékére kiszokott kelni, és ebből levonják azt a következtetést, hogy ezt a búzát el lehet-e ültetni azért, hogy majd kenyérnek való gabona teremjen belőle, vagy sem, mert ha nem kell ki, akkor nem alkalmas arra. Ilyenkor szoktak hagymakalendáriumot is készíteni, 12 gerezdet leszednek a hagymából, amelyek olyan épnek tűnnek, belerakják egy tálba, megsózzák, felrakják a kemence tetejére, és sorba van a 12, és amelyik karácsonyra megolvad, amelyiken karácsonyra megolvad a só, akkor az a hónap, a következő évnek az a hónapja csapadékos lesz, amelyiken nem olvad meg, nem lesz csapadékos. Luca után természetes, ami a legfontosabb ünnep, az évkezdő ünnep volt a korábbi naptár szerint, az a karácsony, ez az újjászületés, hiszen Jézus születése is egy új kornak az eljövetelét jelentette. Ekkor az emberek elmennek az éjféli misére, természetes különféle cselekményeket végeznek, például a karácsonyi asztal, ami ünnepi étekkel van tele, a karácsonyi asztal alá az állatoknak is raknak eledelt, például szénát raknak, például kukoricát raknak a karácsonyi asztal alá, amit majd vízkeresztkort kivisznek az állatoknak, hogy azok egészségesek legyenek, egészségesek maradjanak, és ők is részesüljenek az új újjászületésből.
lemezés, amely lejátsza azt a folyamatot, amellyel az emberek Jézus születését, a három királyok megjelenését, a három királyok Betlehembe való távozását, a csillagnak a vezérlő szerepét, amely elvezette a három királyokat a kis Jézus jászolához, ahol ő megszületett. Ezt játsszák el, természetesen humoros formában, mert a süket öreg, aki az úgynevezett szókimondó személy, a félreértett szavakkal, mondatokkal megnevetteti a közönséget. Ugyanakkor a betlehemesek jutalmat kapnak azért, mert a házról házra járva eljátsszák ezt a történetet. December 28-a az apró szentek napja, ekkor szokták a regölést, a különösen Dunántúl nyugati részén eljátszani, amely teljes egészében a kereszténység előtti világba vezeti el az embereket, hiszen olyan mondó szövege van, amely nem éppen a keresztény vallásnak megfelelő szövegeket tartalmaz. Az év vége a mai, vagy az új év kezdete a Gergely naptár behozatalakor 1582-től vált fokozatosan az új év kezdetévé, és természetesen ez megint nem vallási, hanem profán, világi ünnep és a kereszténység előtti ideológiára vezethető, vagy vallásokra, természeti vallásokra vezethető vissza, amikor az újat köszöntik és a régit elűzik. Ezt általában nagy zajjal szokták, nem véletlenül szokott szilveszterkor olyan nagy petárdázás és mindenféle fényes petárdáknak a fellövése, tűzijátékok fellövése bekövetkezni manapság is, hiszen ezzel általában a gonoszt, az ördögöt próbálták távol tartani és elűzni, és köszönteni az újat, a frisset, amely az új beköszöntével köszönt be. Mazák Katalin mindig ellát minket jobbnál jobb szépségápolási tanácsokkal. Most is segít nekünk, hogy egyre szebbek legyünk. Kiknek ajánljuk a mai kezelésünket? Fáradt fakó bőrökre ajánlom a mai kezelést, illetve erős dohányosoknál is előjöhet ilyen bőrképlet és bőrtünet. Nekik is nagyon jó tud lenni ez a fajta kezelésünk. Mi ez a kezelés? Egy oxigénes kezelésről van szó. Hogyan történik, és mik alkotják? Egy pár lépcsőből, tehát ez egy viszonylag gyors regeneráló kezelés, azoknak is jó lehet, akiknek nagyon kevés idejük van a bőrápolásra. Egy jó 30-40 perc alatt végzünk ezzel a kezeléssel. 4 lépcsőből áll, az első a letisztítás, azt követően egy enzimpeelinggel készítjük elő a bőrt, ez nagyon szépen felfrissíti, és akár a miteszereknek a felszíni elszínyeződését, ami szokott minket sokszor zavarni, hogy fekete a elszíneződés van a tetején, az a levegő légszennyezése megkötéséből adódik, és ezek az enzimpeelingek ezt is nagyon szépen el tudják tüntetni, és ezáltal lesz egy nagyon egységes bőrkép a végére. És ezt a peelinget követően majd egy maszkkal folytatjuk a kezelést, aminek kapcsán oxigén fejlődik, amíg rajta van a bőrünkön, és ez hozza ezt az üde vérdús keringésbeindító végeredményt, egy üdefriss bőrképet a kezelés végére. Ezt követően egy őssejt szérum kerül fel a bőrre, majd zárjuk egy nappali fényvédővel, aminél akár használhatunk színezett fényvédőt is, hogyha a vendég azt szeretné. Tulajdonképpen, amíg ez a kezelés zajlik, mit érez a vendég? Az enzimpeelingnél különösebb érzet nincs, míg fent van, a tisztításnál sem. Igazándiból, amíg a maszk, az oxigénmaszk dolgozik, lehet látni akár tükörben is, ahogy képződik ez a kis oxigén buborék, és kipukkan a maszknál, és ezt ilyen kis bizsergő érzésnek érzi a vendég kezelés azért, közben. Azért mosolygott a vendégünk közben. Időnként, igen. Ez az őssejt szérum mit tesz a bőrünkkel? Egyáltalán milyen őssejtek vannak benne?
kozmetikai gyakorlatban növényhőssejtekről beszélünk, és ezeknek a regeneráló hatását használjuk a ránctalanításnál, illetve apró bőrhibáknak a gyógyításánál, regenerálásánál. Általában már olyan szállítóegységeket használunk, amik körülbelül úgy működik, mintha egy hagymának a hagymát modelleznénk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy szeletelném szét, vagy szedném szét hagyma héjanként a hagymát, úgy oldódnak ki folyamatosan a benne lévő hatóanyagok. Zömmel ezeket úgy csomagolják be, vagy úgy készítik elő ezeket a kis kapszulákat, hogy megvan, hogy minek, milyen bőrrétegnél lenne érdemes kioldódnia. Tehát így folyamatosan épülnek be, és ezek védik addig ezek a kis szállítóegységek a hatóanyagot. És úgy a bőrbe jutva a megfelelő helyen oldódik ki a megfelelő hatóanyag. Van-e olyan, akinek ellenje volt ez a kezelés? Természetesen bármilyen hatóanyagra való érzékenység esetén itt is kizárólag lehet az adott kezelés, de hogyha ez nem áll fent, akkor természetesen mindenki másnak alkalmazható ez a kezelés. Milyen gyakran érdemes használnunk? Akár kúraszerűen heti alkalommal 5-6 alkalmat egymást követően, vagy pedig, hogyha szeretnénk és van rá időnk, akkor bármikor, ettől ritkábban. Biztosan sokan vannak úgy, mint én, hogy tyúkszem, szemölcs, vajon mi lehet a különbség közte? Na, ennek utána jártunk. Szoktunk látni olyan bőrelváltozást, amire azt mondják, hogy szemölcs, vagy azt mondják, hogy tyúkszem. A régi öregek mindenre azt mondták, hogy ez is tyúkszem, az is tyúkszem. Aztán, amikor magamon is tapasztaltam ilyet, kiderült, hogy nem az. Mi a különbség köztük? Minden olyan elváltozást, ami a talpon jelentkező bőr megvastagodással járó jelenség, a köznyelvben tyúkszemnek nevezünk. Mi orvosi értelemben külön választjuk az ortopédiai okok, azaz a krónikus nyomás miatt létrejött elváltozásokat, és a szemölcsök okozta elváltozásokat. Helyesebb az ortopédiai okok által létrejött bőr megvastagodásokat tyúkszemnek nevezni, és amelyeket a vírusok okoznak, azokat nevezzük inkább szemölcsnek. Tehát a szemölcsre azt mondhatjuk, hogy egy vírus okozta bőrelváltozás. Igen. Lehet-e ez rossz indulatú, vagy meg kell-e ijednünk, ha ilyen jelenik meg rajtunk? A szemölcsöket általában a humán papilloma vírusok okozzák. Ezeknek a humán papilloma vírusoknak nagyon sok fajtájuk van. Molekulár biológiai módszerekkel kb. 80 fajtájukat különböztetjük meg, és ezek között vannak olyan fajták, amelyek nem okoznak rosszindulatú elváltozást, viszont vannak olyanok, amelyek akár rosszindulatú elváltozásba mehetnek át. Tehát az a jelentőségük, hogy figyelni kell őket, főleg a nemi szerven okozott vírusos szemölcsös elváltozások esetén a HPV 16-os, 18-as fajtája hajlamos arra, hogy rosszindulatúvá váljon. Tehát ezek szerint, ha jól értem, nagyon nehéz ezeket kivédeni, mert hogy vírus okozza őket. Igen, a HPV okozta fertőzéseket nagyon nehéz megelőzni, bizonyos módszerekkel azért tehetünk ellene. Általában valamilyen bőrsérülésen, bőrrepedésen keresztül jutnak ezek a szervezetbe. Fontos a megfelelő higiéné, lábápolás, ne legyenek rajta repedések, saját papucs viselése fürdőhelyeken, fitnesstermekben a megfelelő szabályok betartása, hogy ne kapjuk el ezeket a vírusokat. Ezek a szemölcsök mindössze esztétikai problémát jelentenek, vagy jobb, hogyha megszabadulunk azoktól, amik olyan helyen vannak, ahol irritációnak vannak kitéve, hogy esetleg ne fertőzzenek tovább? Mindenképpen érdemes kezelni, bár nem veszélyeztetik az egészséget, kivéve azok a vírusok, amelyek rosszindulatúvá elfajulhatnak, de azon kívül, hogy esztétikai problémát okoznak, fertőzőek is, tehát embertársainkra is veszélyesek.
Nagymamám annak idején a tyúkszemre, de ő a kézen lévőre is azt mondta, hogy tyúkszem, mindig a vérehulló fecskefűt kenette velünk. Ez valóban annyira hatásos, mert nekem végül ki kellett vágni. Vagy ez csak inkább ilyen népi hit? A vérehulló fecskefűből nagyon sok alkaloidát azonosítottak már. Ezek egyike a kelidonin, és vannak benne fehérjebontó enzimek is, amelyeknek bizonyított olyan hatásuk, hogy vírusellenes sejtosztódást gátló hatásuk is van. Ezért hagyomány alapján ezt nagyon gyakran használják szemölcsök kezelésére. Fontos, hogy csak vírusos eredetű szemölcsre használatos, és ha nem vagyunk benne biztosak, hogy ez vírusos szemölcs, mindenképpen meg kell mutatni szakembernek, nehogy esetleg egy anyajegy, vagy bármilyen más rosszindulatú elváltozás kenegetésével időt veszítsünk. Egyébként hogyan távolítunk el egy szemölcsöt, hogyan lehet eltávolítani? A vírusos eredetű szemölcsök eltávolítására a legáltalánosabban elterjedt módszer az ecsetelők alkalmazása. Ezeknek általában szalicilsav tartalmuk van, vagy léteznek enyhe citosztatikumot tartalmazó ecsetelők is. Az ecsetelés időigényes, és hogyha valaki gyorsabban szeretné eltávolítani, akkor fagyasztásos eljárást is lehet alkalmazni. Ez folyékony nitrogénnel történik. A folyékony nitrogén mínusz 190 fokos hőmérsékletű spray formájában juttatjuk a fagyasztani kívánt területre. Ennek hátránya, hogy nem mindig elegendő egy alkalmazás, csak felületesebb elváltozások esetén. Néha kétszer-háromszor is ismételni kell, hogy sikerre jussunk. A leggyorsabb eltávolítás a lézeres módszer. Szén-dioxid lézerrel elpárologtatjuk a szemölcsöt, viszont minden eltávolítási módszernél fennáll a veszélye a kiújulásnak. Ez miért, amit elmondott korábban, hogy vírus okozza és tovább terjedhet a szervezetben, vagy más oka is van? Akár mikroszkópikus méretben az eltávolított sebben benne marad, és ott újra építi önmagát. Tehát megvan a rizikója annak, hogy nehezen fogunk véglegesen megszabadulni. Igen. A szemölcsök eltávolításánál mindig el szoktuk mondani a pácienseknek, hogy előfordulhat, hogy újra kell ismételni az eljárást. Ennek esélye körülbelül 20%. A mínuszok beköszöntével eljött a tél. Itt a megfázások, influenzák és mindenféle légúti fertőzések időszaka. Mit tegyünk, ha már benne vagyunk, és hogyan kerülhetjük el, hogy még jobban beleessünk? Dr. Bak Judit ebben segít most nekünk. Itt van a megfázásos időszak. Mi a különbség az influenza és a sima megfázás és nátha között? A sima nátha egyrészt, amikor kimegy az ember, mint én rendszeresen, kabát nélkül kiszalad megnézni a postaládát, akkor lehűl a teste, és hamarabb megfázik, bármilyen kórokozó hamarabb megtelepszik a testében. De igazándiból bármilyen vírussal hasonlítom össze az influenzát, annyi a különbség, hogy sokkal intenzívebbek a tünetek. Magasabb lázzal jár, az izomfájdalom, a végtagfájdalom sokkal intenzívebb, és inkább a szövődményei azok, amik kegyetlenebbek. Tehát hamarabb lesz tüdőgyulladása, az idősekre, fiatalokra, vagy az immundeficiens betegekre, tehát akiknek az immunrendszere valamilyen károsodás vagy gyengülés szenvedett, azokra sokkal veszélyesebb, akár halálos is lehet. Hogyan tudunk védekezni? Egyáltalán hogyan készíthetjük fel szervezetünket a téli támadásokkal szemben? Rengeteg vitaminnal. A szeptembertől érdemes elkezdeni a multivitamin szedését. Nagyon jól összerakott, kiegyensúlyozottan összeállított multivitamin készletek vannak, mindenkinek a pénztárcájának megfelelően. Rengeteg gyümölcsöt fogyasztani, sokat aludni, mert az immunrendszernek az a legjobb, illetve a rendszeres testmozgás. Ez lehet egy 20 perc séta naponta, de nagyon jól fel tudja készíteni az immunrendszert. Vannak-e háziszerek, hogyha már itt van az influenza, illetve megfáztunk? Nyilván mind a kettő másképp működik. Mit csináljunk? Ha már megfáztunk, akkor ugye a bőfolyadék, lehetőleg jó meleg tea, egy kis plusz C-vitamin, vannak, akik a mézet összekeverik gyömbérrel, van, aki a
grapefruit cseppekre, ugye a természetes antibiotikumot tartalmazó gyógyhatású készítményekre vagy gyümölcsökre esküsznek, van, aki a fokhagymát keveri össze mézzel, tulajdonképpen teljesen mindegy, ezekben van antibiotikum, és ez egy kicsit tud segíteni. Igazság szerint minden nátha meggyógyul egy hét alatt, akár orvosi beavatkozás ellenére is, de különösebben teendőt nem igényel, tehát ezzel nem kell orvoshoz menni, nem kell antibiotikumot szedni, egy enyhe vírusfertőzés magától is meggyógyul. És ha már a vírusoknál tartunk, ugye az antibiotikumhoz szeretünk nyúlni, mert azt gondoljuk, hogy azzal gyorsabb. Vírusokkal szemben hogyan állunk? Igazság szerint a vírus ellen abszolút nem jó az antibiotikum. Nem is nagyon szoktuk forszírozni. Néhány betegnek nagyon nehéz megmagyarázni, hogy vírusfertőzésben nem kell antibiotikum, tehát hogyha nincsen gennyes orváladékozása, és nem allergia szezon van, akkor nagy valószínűséggel vírusinfekciója van, és nem kell erőltetni az antibiotikumot. Én nagyon örülök, amikor ugye a gyerekgyógyászok általában nem szoktak antibiotikummal kezdeni. Nem is kell. Amikor már gennyesé válik, tehát felülfertőződött baktériummal az az orváladék, vagy gennyes köpete van, vagy nyilván nagyon magas láza van, és ez már napok óta tart, akkor mindenféleképpen antibiotikumot kell adni a további felülfertőződés elkerülése miatt. Mit tehetünk a légút tisztítása céljából? Nagyon jó sóterápiák vannak. Egyrészt otthoni sósvizes inhalálás is tökéletesen megteszi, vannak természetesen inhalálógépek, amik a sósvizet, szalvuszvizet szépen elpárologtatják, és gyakorlatilag nedvesítik a légutakat. Vannak sószobák, sóterápiás helységek, amik megint csak nagyon jól ki tudják tisztítani a váladékot, mindegy, hogy asztmás valaki, allergiás, vagy éppen meg van fázva. És nagyon jók ezek az orrátömdítő készülékek, amiket allergiás szezonban is nagyon tudok javasolni, aki el tudja viselni, hogy magas nyomással folyadékot nyomnak az orrába, és saját magának csinálja, tehát ő ezt tudja szabályozni, illetve megfázásban is nagyon hatékonyak tudnak lenni, de csak és kizárólag fiziológiás oldattal lehet ezt alkalmazni, tehát sima vízzel semmi esetre sem. A fiziológiás sóoldatot bemegyek a gyógyszertárba és megveszem, vagy pedig el tudom készíteni? Természetesen el tudja készíteni, de szerintem kevesen vannak, akik vegyész szakvizsgával rendelkeznek. Vannak olyan orrátmosókészülékek, amikben le van írva, hogy mennyi vízben az adott kis csomagban lévő sót bele kell rakni és össze kell keverni. 0,9%-os töménységűnek kell lenni ennek a sóoldatnak, de én úgy gondolom, hogy filérekért meg lehet kapni a patikában, tehát az a legegyszerűbb, hogyha megveszik és azzal öblítenek. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában.